a veszélyes termékek felkutatásában részt veszünk, a termékek címkézését vizsgáljuk, tisztességtelen piaci magatartást is vizsgálunk. Egyebek mellett a fogyasztói szerződés kötésekről és a vállalkozók ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről is hallhattak azok, akik részt vettek a Tolnavár megyei kormányhivatal és a Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara közös tájékoztatóján. Fischer Sándor elnök szerint ahhoz, hogy sikeresek legyenek a vállalkozások, elengedhetetlen, hogy minden téren tájékozottak legyenek. A fogyasztóvédelemről lesz elsősorban szó, hiszen ez nagyban érinti azt, hogy egy vállalkozás hogyan tud fent maradni. Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatairól is lesznek szók, hiszen ebből a tapasztalatokból a vállalkozók tudnak meríteni a munkájukra. A kormányhivatal tavaly kötött együttműködési megállapodást az iparkamarával. Horváth Kálmán, Tolnavár megye főispánja elmondta, fontos, hogy a vállalkozók ismerjék az új szabályokat, elvárásokat, és felkészültek legyenek a hatósági ellenőrzések során. Azt gondolom, ott, ahol jogszabályok mondják meg, hogy mi alapján járjanak el az emberek, ott azért lehet azt így is, meg úgy is értelmezni, és tényleg nem akarom, mert már mondtam, nem akarom túlhangsúlyozni, de miután a kormányhivatalnak is az ügyfélbarátsága az egyik legfontosabb elve, és nyilván az eladóknak, a kereskedőknek is ez, vannak eltérések a jogszabály értelmezésben, ebbe próbálnánk segíteni. A program egy rendezvénysorozat első állomása volt, így a tervek szerint 2023-ban még számos hasonló előadással, tájékoztatóval készülnek a szervezők.